Itt vagyunk a fővárosi törvényszék Markó utcai épülete előtt. Most ért véget az a bírósági tárgyalás, ami az elhíresült pedofil botrány kapcsán kezdődött. Történt ugyanis, hogy a demokratikus koalíció közérdekű adatigényléssel élt az igazságügyi minisztérium felé. Szerettük volna megtudni, hogy milyen érvek és indokok alapján adtak kegyelmet egy pedofil bűnsegédjének, K. Endrének. Az igazságügyi minisztérium ezt megtagadta, úgyhogy bírósághoz fordultunk. Ennek volt most az elsőfokú tárgyalása, ítélet hirdetés körülbelül 2 hét múlva várható. Hát mondanom se kell, hogy akár a közérdekű adat megtagadása kapcsán, akár most a bírósági tárgyaláson az igazságügyi minisztérium jogászai azzal érveltek, hogy K. Endre esetében azért nem tudhatjuk meg, hogy miért adott kegyelmet az igazságügyi miniszter, miért adott kegyelmet a köztársasági elnök, mert hogy ezek bűnügyi személyes adatok, amiket mi nem ismerhetünk meg. Tehát a társadalom nem ismerheti meg, hogy kiről van szó, miközben tudjuk. Nem ismerheti meg, hogy milyen bűncselekményről van szó, ezt is tudjuk. És azt is szeretnénk tudni, hogy mivel érdemelte ki K. Endre, a köztársasági elnök és az igazságügyminiszter kegyelmét, illetve ki volt az, aki legfőképpen támogatta ezt a kegyelmet. Volt-e köze Orbán Viktor miniszterelnöknek a kegyelmi döntéshez? Na, ezeket az iratokat nem adják ki. De nem nyugszunk, úgyhogy járunk a bíróságra, és hogyha meg lesz az ítélet, azt is el fogom önöknek mondani.